Áldás békességet kívánok az úrnapján mindenkinek! Ma ige szakaszunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 28. fejezetéből szólít meg bennünket. Az első két verset olvasom. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják a szigetet, a barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúdoló eső és a hideg miatt minnyájunkat befogadtak. A mediterrán tél tud, tud hidegre lenni, ezt láthatjuk ebből az igéből. Talán tartósan is, és mindenki megmenekült. 276-an vannak a hajón, és mindenki kimenekült. Egy lélek se veszett el, Isten szava szín igaz, itt is látjuk beteljesedni. Hogy Isten, amit megígért, az úgy van. És még talán rá is tetsz Isten a Kegyelemből, a megőrzésből, a gondviselésből emberséges barbárok laknak Máltán. A barbároknál ne gondoljunk valami nagyon elvetemült emberekre. Ez csupán azt jelenti, hogy nem görögül beszéltek, nem a görög, a hellén kultúra részei voltak. és rendkívüli helyzetben rendkívüli segítséget kapnak, hiszen mindenüktől megfosztattak, csak az életük van meg, lelkileg is egy nagy üzenet, egy lélek se vész el, minden lélek megtartatik, csak az nem mindegy, mire és hova. Örök életre, ölök, Isten dicsőítésre, vagy pedig a másik oldalra, a kárhozatra. Az apostol és két kísérője befogadást nyer, ezek közé az emberek közé, betegeket gyógyítanak. Nem akarok képzelegni, de az apostoli gyógyítás mindig Isten munkájának a bizonyítéka. Azt bizonyít, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, hogy Isten valami rendkívülit itt tesz, valami egyedit, egyénit, rendhagyót, hogy gyógyulnak emberek, mert Isten gyógyít. Nem tudom, hogy lette akkor Máltán hívő ember. Lette közösség, amely Krisztusra bízta magát. Azonban hadd mondjam el, testvéreim, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapban a család meglepett egy úttal, Máltára mehettem. Kedves emberek fogadtak, ezt tapasztaltuk minden nyomorúságunkban és együgyűségünkben. És azt is tapasztaltuk, hogy Pálapostolnak óriási kultusza van ezen a szigeten. Templomok, utcák, települések, terek, kikötők, öblök viselik a nevét. Megjegyezték az emberek, hogy itt volt az apostol. Isten megtartja a kígyómarás után is, nem állhat meg az Isten ügye, nem állhat meg az az ügy, amiről a Hétfőigében olvastunk a Krisztus ügye, nem állhat meg, mert Isten véghez viszi az ő tervét. Jó lenne, hogyha ezt mi megjegyeznénk, és ebbe a tervbe belekéreckednénk, és azt kérnénk, ami mindenható Istenünktől, hogy vegyél bele, Urunk, ebbe a tervbe, hogy hadd lehessünk a, ti, a te eszközeid. Ahogy Pálapostól is az lehetett, és mindazok, akik körülvették, nem sokan voltak, egy teszalonikai férfi és Lukács az orvos. Jó lenne, hogyha a mi utazásunkat is kísérnék emberek, nem maradnánk egyedül, de ha úgy lenne is, Isten akkor is velünk van és velünk marad. Így tartson meg téged is, testvérem a mindenható Isten.